Szabó Tünde az idei áprilisi választáson is megnyerte országgyűlési képviselői mandátumát Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyes számú egyéni választókerületében. Ezt követően a sportért felelős államtitkárt a frissen megalakult kormányban új tisztséggel bízták meg. Felkérést kaptam Navracsics miniszter úrtól, hogy az Észak-Kelet-Magyarországi gazdaságfejlesztési zónának legyek a kormánybiztosa, amelyet örömmel elfogadtam, hiszen eddig is az itt élőkért nagyon sokat tettem, és hogyha nézzük ezt a területet, ez 6 megyéből áll, 2 régióból, óriási terület, Észak-Kelet-Magyarországot fedi le, és ebbe bizony benne van Nyíregyháza is, nem véletlenül került úgymond erre a fókuszra az a terület, amelyet megkaptam. És ugye egyből arra gondoltam, hogy ezzel Nyíregyháza fejlesztését is nagyban fogom tudni a jövőben segíteni, és talán könnyebb lesz a helyzetem, hiszen nem Soprontól, Zalaegerszegtől Nyíregyházáig megyek, hanem most ténylegesen észak-kelet-magyarországi tevékenységet fogok ellátni. A kormánybiztos hozzátette, ez az év egy rendkívül nehéz év volt, és a gazdaság fejlesztésére óriási szerep vár, amelyet a kormányalakításnál is kiemelten kezeltek, hiszen a háború és az energiaválság miatt munkahelyteremtő és munkahely megtartó intézkedésekre van szükség. Nem véletlenül a kormány is így alakult, hogy a gazdaság az a legerősebb most, és erre kell figyelni, hiszen munkahely teremtő, munkahely megtartó feladataink vannak, és ezáltal is talán jobban tudom segíteni Nyíregyházát és az itt élőket, hogy ez a pozíció itt van nálunk, és az Észak-Kelet-Magyarországi gazdaságfejlesztési zónában, hogyha bármilyen tervünk van, akkor ténylegesen az adott helyre, az adott minisztériumba azonnal tudjuk vinni, és megpróbáljuk megszerezni, hogy ténylegesen az a fejlődés, ami eddig volt, az tovább tudjon folytatódni. Szabó Tünde úgy véli, Nyíregyháza egy stabil, erős várossá vált az utóbbi időszakban, emiatt a befektetők körében is egyre népszerűbb. Példaként említette a W-Scope autóipari gigaberuházást, amely 1200 munkahelyet hoz létre Nyíregyházán. Emellett hozzátette, a Lego is terjeszkedett 50%-kal, és az Electrolux cég is több milliárd forintos beruházást hozott az elmúlt időszakban. Ezzel nem csak munkahelyeket teremtünk, hanem szolgáltatásokat is fejlesztünk, hiszen hogyha ide jön egy ilyen cég, akkor ki kell őket is szolgálni, és ehhez hozzá kapcsolódik bármilyen fejlesztés, akár közút szolgáltatás, vagy akár az üzleti szférát nézzük, úgyhogy ez mindenkinek nagyon pozitív. Én azt gondolom, hogy ez a térség, akár Debrecen, Miskolc érzékelhető volt az elmúlt időszakban, hogy nagyon-nagyon fejlődött. Ugye az egyetemünk is egyre erősebb, és érzékelhető az is, hogy egyre többen jelentkeznek a Nyíregyházi Egyetemre. Itt is olyan képzési rendszer van, ami automatikusan alkalmazkodik az igényekhez, akár az üzleti szférát is, gazdasági területet is kiszolgál. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki egyért dolgozik, hogy Nyíregyháza fejlődjön tovább, és egy olyan város legyen, ami gazdaságilag meghatározó a térségben, és azt gondolom, hogy ez így is lesz. Szabó Tünde a december 16-án lezárult 5 milliárd forintos úthálózatfejlesztés projektje kapcsán azt mondta, képviselőként gyakran fordultak hozzá a lakosság részéről az utakkal kapcsolatos problémákkal, de az utóbbi időben már nem ezzel keresik meg a választók, amely vélhetőleg a Nyíregyháza és a Bokortanya világ nagyszabású úthálózatfejlesztésének is köszönhető.